Orbán előttel fogalmazott az exilnát az útlevél, de ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen ország irányába induljunk el, ahhoz kereskedőház és ha meglévő eszközrendszer, hálózat, ami azt gondoljuk és hiszük azt, hogy a magyar vállalkozók segítségére lehet. Önök közül azt gondolom, hogy jó néhányokkal találkoztunk már konferencián, valamilyen üzleti fórumon vagy úton. És valószínűleg, ha akarják, ha nem, napjainkban hallanak a Nemzeti Kereskedőház áldásos tevékenységéről. És azzal szoktam kezdeni minden előadást, hogy nagyon sok esetben találkozom azzal, amikor vállalkozásokkal beszélgetek, hogy annak ellenére, hogy most már az elmúlt 3 évben, amióta csak én ezt a műfajt űzöm, rengeteg helyen voltam és próbáltam átadni, elmondani azt, hogy az eszközrendszer mire való, hogyan érdemes neki vágni ennek, de mégis azt gondolom, hogy mindig tudunk újabb és újabb információkat mondani. És valóban, ha önök régóta vállalkoznak, és régóta tervezik, hogy már folytatják az eszfolt tevékenységet, akkor az elmúlt 25 évben nagyon sok olyan állami intézmény volt eddig is, akik ezt a célt szolgálták. Itt van régi főnököm, Vétfaldi úr, akivel még az ITD áldásos tevékenységét közösen vittük. És ezt követően azt gondolom, hogy egy nagyon fontos evolúció ment keresztül ez az intézményrendszer, hiszen valóban akkor is, ahogy most is megvannak azok a kiállítások, üzleti fórumok, miniszterelnöki utak, amelyek már régóta megvannak. Viszont a kereskedőház működése az, hogy egy nagyon fontos olyan új irány érvényesülhet, ami azt jelenti, hogy még mielőtt egyébként a magyar vállalkozás kiválasztaná azt, hogy milyen országba indul, egyébként nagyon sokszor szűkös erőforrásait, milyen országra szánja, legyen szó repülőjeiről, kiállításról, emberi erőforrás felvételéről, az adott cégbemutatónak a lefordításáról, akkor el tudja dönteni azt, anélkül, hogy egy forintot elköltene, hogy milyen irányba induljon el. Azt gondolom, hogy ez a kereskedőházak létrehozásával és folyamatos működtetésével vált lehetővé, hiszen ahogy önök látják, 4 kontinensen vannak olyan irodáink, akiknek az elsődleges feladata az, hogy feltérképezzék számunkra az adott ország piacát, egy adott cég tekintetében akár feltérképezzék a versenytársakat, a disztribútorokat, és ezt követően tudja a magyar vállalkozás eldönteni, hogy az ő cége és a terméke versenyképes-e az adott országban. Ezt valóban 3 fontos pillér tudja elősegíteni, a gazdasági diplomáciában, a nagykövetségek, a külgazdasági ataség és azok a kereskedőházi partnerek, akik az adott országban meglévő kapcsolatrendszerrel működnek. Azt mondom, hogy egy teljesen más perspektíva, hogy egy adott országban már sikeresen működő vállalkozás ad nekünk segítséget, mint hogyha egy magyar ember, aki oda megy és próbál kapcsolatot teremteni, egy teljesen más perspektíva, teljesen más eszközrendszer. Nagyon fontos az a 22 közép-kelet-európai iroda is, amelynek valóban hasonló célja van, hogy a magyarországi székelyű vállalkozásoknak adja a lehetőséget. Főleg akkor egyébként, hogyha egy kezdő exportőrről beszélünk, hiszen egy környező országban nagyon sok esetben hasonló magyarul tudnak beszélni, a kockázat is kisebb és a logisztikai költség is kisebb egy környező országban. Így azt gondolom, hogy azok az eredmények, amiket egyébként ennek a rendszernek köszönhetően fel tudtunk mutatni az elmúlt időszakban, is mutatja azt az eredményt, amit mi szeretünk volna elérni, hiszen ha csak a legutolsó, minden hónapban készítünk egy sikerjelentést, ahol feltérképezzük az irodáknak és az eszközrendszerünknek köszönhetően milyen eredményeket tudtunk elérni. Csak októberben több mint 400 millió forint üzletet realizáltak azok a vállalkozások, akikkel mi együtt dolgozunk. És ez így volt szeptemberben, augusztusban és minden hónapban. Csak a 22 közép-kelet-európai regionális irodahálózatot nézzük, akkor az első irodak megnyitása óta 4,5 milliárd forint üzletet köttetett ezen irodáknak köszönhetően. Azt hiszem, hogy ha csak ezt a számot nézzük, már alá tudjuk támasztani azt, hogy miért is fontos az a munka, amit ők elvégeznek. Itt látható, hogy ez a közép-kelet-európai hálózatnak ugye a 22 irodája hol található, valamennyi határon túli magyar térségben, illetve Lengyelországban. Azt fontos kiemelnem, és
valóban határon túli magyarként elfogultsággal lehetek vádolható, de fontos volt az, hogy ezek irodák ne csak a magyarországi székhelyi vállalkozásoknak segítsenek, hanem a határon túli magyar vállalkozásokat is fel tudják térképezni. És az a szolgáltatás, amit mi Magyarországon nyújtunk a magyarországi vállalkozásoknak, elérhetővé tettük a határon túli vállalkozások számára is. Ennek köszönhető az, hogy ebben az imént említett összegben vannak olyan üzletek, amelyet magyarországi székhelyi vállalkozást tudott megkötni egy határon túli térségben, akár lányvállalatot nyitva, akár két határon túli térség közötti üzlet is kötetett. És ha alapvetően azt gondoljuk, mert pedig én azt abban hiszek, hogy érdemes Kárpát-medencében gondolkodnunk, és Kárpát-medencé gazdasági erőben gondolkodnunk, akkor ez a fajta tudás és ez a fajta kapcsolatrendszer abba az irányba visz, ami a versenyképességünket, mint magyar nemzet tudja erősíteni. Itt láthatóak azok a számok, amelyek ez az irodahálózat működtetett. 16 kiállítás, 34 saját szervezésű határon túli fórumkonferencia és 3 belföldi konferenciasorozat volt az elmúlt időszakban, amely segítette ezen eredmények elérését. Ugye ezen kívül, ahogy önök is tudják, rengeteg miniszterelnöki úr kiállítás, miniszteri delegáció történt az elmúlt időszakban. Itt jól látható, hogy melyikből hány darab. Engedjék meg, hogy mielőtt tovább megyek, hoztam egy-két konkrét példát, mert az mindig sokkal inkább kézzelfogható, hogyha csak az októberi eredményeket tekintjük, akkor akár az irodák, akár ezen utaknak köszönhetően mik voltak azok a konkrét üzletek. Például voltunk a Jitex kiállításon, ami egy informatikai kiállítás, aminek köszönhetően egy magyar cég disztribútori megállapodást kötött egy Egyesült Arab Emirátusokban lévő cég, ami azt jelenti, hogy tűzjelző rendszereket fog értékesíteni, minden hónapban több ezer darabot fog oda kiszállítani. Fontos például, hogy egy olyan kiállításon, ami repülőgépiparról szólt, ott is egy magyar vállalkozás sikeresen értékesítette termékeit, ami a kiállításokon való részvételt erősíti, vagy annak a jelentőségét erősíti, de például az elmúlt hónapban történt meg, hogy egy sörgyár fog települni Montenegróba, szintén egy magyar technológiának köszönhetően. És hogyha a délnyitásról beszélünk, akkor hadd emeljek ki egy perui üzletet, ahol a kereskedőházunknak a segítségével és azoknak a partnernek segítségével, akivel a jövőben is fogjuk folytatni a munkát, egy másik disztribútort cseréltek le egy magyar vállalkozásra, aki izzót fog kiszállítani Peruba. Mindezt azt gondolom, hogy az eszközrendszer az ugye rendelkezésre áll, de hogy ezt egyébként a leghatékonyabban használjuk fel. Elkezdtünk egy olyan szolgáltatás portfóliót kialakítani, aminek köszönhetően cégre szabottan tudjuk már a korábban említett módon meghatározni, hogy milyen exportfejlesztési akciót elvet érdemes neki kidolgozni. Fontos az, hogy megismerjük a cégeket, és el tudjuk neki mondani egyébként, hogy akár a cég, akár maga a termék hol tart azon az úton, ami az export irányába vezet. Ezért aztán, ahogy mondtam, egy vállalkozás szeretne elindulni, exportálni, vagy akár egy olyan új országban, ahol korábban ezt nem tette, akkor teljesen térítésmentesen meg tudja ezt tenni, hogy a kollégáimmal és a kereskedőházainknak köszönhetően fel tudjuk térképezni számára a lehetséges országokat, meg tudjuk nézni azt, hogy mekkora eséllyel tud ő ott elindulni, ezt követően tudja elindítani azt a munkát, amit elkezdett. Ahogy említettem, mindez a szolgáltatás elérhetővé vált a határon túli magyar vállalkozások számára is, és ami nagyon fontos, amikor feltérképezzük a cégeket, nagyon sok esetben látjuk azt, hogy vannak olyan technológiák, innovációk, amelyek maga a termék, a technológia önmagában versenyképes. És amikor mondjuk van egy proaktív kiajánlás egy üzleti lehetőségre, akkor meg is van az érdeklődés a külföldi partner részéről, hogy érdekli a technológia, viszont maga a vállalkozás akár kompetenciában, akár tőkében nem kellőképpen erős ahhoz, hogy el tudja indítani. Legyen szó azért, mert éppen nincsen akkora kapacitása, hogy sorozatgyártásba tudja a terméket elindítani, vagy azért, mert egyébként nincs arra pénze, hogy azt a
üzletkötési, szerzőskötési, ahonnan már valóban az Exim tud segíteni. Eljusson odáig, hogy kiutazzon, szakértőket küldjön ki, mondjuk Afrikában vagy Dél-Amerikában az ő technológiáját, milyen időjárásbeli körülmények fogják érni, hogy kell átalakítsa a termékét, hogy ez egyébként adott piacon versenyképes legyen. Ezért erre azt a megoldást találtuk ki, és abba az irányba mentünk. Alapvetően egy-egy távolabbi ország, vagy akár bárhol integrált projekteket állítottunk össze, megoldásokat kínálunk. A kereskedvezetőknek köszönhetően nagyon sok esetben már tudjuk azt, hogy egy ország éppen milyen fejlesztési elképzelésekkel bír. Legyen szó Kolumbiában, ahol egyébként egy teljesen új alapokra kell felépíteni a mezőgazdaságot, vagy akár a távol-keleten, ahol szeretnék kiváltani a kínai importot és saját technológiákkal szeretnék az élelmiszert gyártani. Egy ilyen komplex megoldás esetében összegyűjtöttük azokat a cégeket, akik termékpálya mentén közösen egy megoldást tudnak kínálni. Lehet, hogy valaki agrárinformatikai megoldást tud nyújtani, lehet, hogy valaki szaktudást tud adni, lehet, hogy valakinek kép sora van, amivel majd akár egy terméket vagy egy új terméket tud gyártani. És ezen cégek között legyen szó akár egy ilyen élelmiszerbiztonsági városfejlesztési projektben, 10-12 cég közül lesz egy-kettő olyan, aki egyébként tőkerős, akivel a sok kicsi cég, sok kicsi, de annál innovatívabb termékével rá tud csatlakozni, és egy ilyen integrált projektként egyrészt nem cégeket árulunk, hanem megoldásokat, ami egy ország számára mindig sokkal szimpatikusabb. Másrészt pedig ezáltal olyan kis cégeknek is tudunk lehetőséget adni egy nagyobb nemzetközi projektben való részvételre, amire önállóan, önmagában nem lenne képes. Ezáltal egyrészt piacot talál, másrészt pedig olyan nemzetközi referenciát kap, még akkor is, ha egyébként értékében kisebb összeg, amit ő ebből tud realizálni, ami őt el tudja indítani azon az úton, ami a későbbiekben az ő export tevékenységét tudja támogatni. Itt jól látszik az az eszközrendszer, amit már itt akár konkrét példákkal elmondtam. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy azon is dolgozunk, és egy legsikeresebb nevezett sorozatunk az Export Akadémia, ahol nagyon sok cég indult el, és nagyon sok cég ennek köszönheti azt, hogy egy új ország tekintetében az erőforrásait tudta optimalizálni, amikor az exportról volt szó. Ezt az Export Akadémiát egészítettük ki egy olyan online e-learning oktatási rendszerrel, amely sokkal szélesebb körben teszi lehetővé a cégek számára, hogy elérjék akár az ország információkat, akár azokat a külkereskedelmi technikai marketing tudást, ami szükséges egy cégnek ahhoz, hogy meg tudja tervezni és tudja optimalizálni ezt a tevékenységét. Végül néhány olyan programot szeretnék felvetíteni, mert azt gondolom, hogy mindezt előbb elmondott tevékenységünket specifikálja, fókuszálja és segíti. Ilyen az a lehetőség, amit megkaptunk a digitális exportfejlesztési akció stratégiában. A Magyar Nemzeti Kereskedőház kapta azt a feladatot, hogy egyrészt a hazai digitális portfóliót feltérképezze, másrészt pedig ugye a kereset oldalon is a kereskedőházaknak és a KGN házatnak köszönhetően közösen megnézzük azt, hogy melyek lehetnek azok az országok, és mit lehetnek azok a magyar digitális megoldások, amelyeket érdemes a külpiacokon megjeleníteni. Nagyon büszke vagyok az InnoTrade programunkra, amely 2 évvel ezelőtt Magyarországon egyedülállóan arra találtuk ki, hogy az innovatív projektgazdáknak, startupoknak segítsünk. Ez annyiban tér el minden más kiállítás üzleti fórumtól, amit egyébként is szervezünk, hogy itt a startupok tudtak innovatív projektgazdák, hiszen nem csak startupok voltak, hanem voltak olyan KKV-k is, akiknek egy-egy termékfejlesztési divíziója, ami innovációval foglalkozik, az ő terméküket segítettük külpiacra. Tehát abban különbözik, hogy itt nem vázoltuk fel, hogy ezekre a kiállításokra lehet elmenni, hanem alapvetően tudtak jelentkezni hozzánk, és át tudták mondani azt, hogy melyek azok a események, fórumok, ahova ő nekik a kijutásával akár piaci visszajelzést tud kapni, akár szeretet tud kötni. Mind a kettőre volt már egyébként példa. A kedvencem talán már hallották tőlem, hogy voltak konferencián, és ott voltam. Volt egy olyan hazai egészségiparban dolgozó informatikai vállalkozás, aki kiment egy amerikai eseményre az InnoTrade program keretében, és amikor hazajött, akkor azt mondta, hogy hát azt kell mondjam, hogy teljesen rosszul gondoltam, egyrészt az üzleti modellt, másrészt pedig maga a termék is
fejlesztésre szorul, hiszen találkozott kint a versenytársaival, meghallgatta azt, hogy egyébként lehet, hogy van hasonló típusú szolgáltatás, amit ő akar nyújtani. Beszélt azokkal a cégekkel, akiknek ő el akarja adni azt a terméket, és ezt követően hazajött, és azt mondta, hogy jó, akkor most holnap leülök a csapattal, és újra gondoljuk az egészet. Így aztán megspórolta magának azt a költséget, mivel egyébként elindult volna nagy erőkkel, minden erőforrással bevetve, és aztán később már ezt követően tudott volna eljutni arra a konklúzióra, hogy nem jó irányba indult el. Ezért tartom nagyon fontosnak az ingatlan programot, és nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon-nagyon sok, ahogy látható, 117 startup volt az, akit tudtunk segíteni ebben. Ma és holnap indul egy rendkívül innovatív programunk, a Visegrád in the Ring, ahol szintén startup fókusz lesz. Sok szeretettel várom mindenkit, még lehet regisztrálni. Nemzetközi nagyvállalatok részvételével fogják egy ringben fognak megmérkőzni innovatív vállalkozások a B4 országokból, és a nagyvállalatok visszajelzései alapján fog kikerülni az a győztes, aki a leginkább meg tud felelni egy-egy nagyvállalat igényeinek. 2018, ahogy láthatják, ott is hasonlóképpen igyekszünk folytatni azt az eredményt, amit ideig elértünk. Én arra biztatok, mint mindig, most is mindenkit, hogy pont az imént elmondottak miatt hívjanak fel minket, jöjjenek el hozzánk, és beszélgessünk arról, hogy milyen irányba lenne érdemes elindulni, vagy ha már egyébként elindultak, akkor mi lehet az a mód és az a segítség, amit ha megadunk, akkor hogy tudják még hatékonyabban és még jobban végezni azt a tevékenységet, ami a lezárva az előadást és válaszolva arra a kérdésre, ami a konferencia a címe, hogy belföldön és külföldön is egyaránt fenntartható és hosszú távú gazdaságos tevékenységet tudjanak nyújtani. Köszönöm szépen!